fél órája kezdődő beszédzavar, kezdődő fázia, mindkét kezét gyengébb. Teljesen stabil paraméterei vannak, ismertetettség nincs. Éva, jó napot kívánok! 1, 2, 3. Éva, hogy érzi magát? Nem fáj a mellkasa? Végtaggyengeség, zsibbadás van? Jó, rendben, mehetünk a CT-be. A projektünk azt a célt szolgálja, hogy a betegek lakóhelyüktől, intézményi hátterüktől függetlenül a lehető legegyenlőbb módon és a lehető leggyorsabban jussanak hozzá ahhoz a fajta egészségügyi ellátáshoz, amely az ő adott esetükben szükséges. A projektben jelenleg 28 intézmény vesz részt. A feladatunk az, hogy felgyorsítsuk a stroke diagnózisának a felállítását, felgyorsítsuk a kommunikációt mindazon intézmények között, amelyekre szükség van az akut stroke korszerű ellátásában. Ennek pedig az a feltétele, hogy a lehető leggyorsabban értékelni tudjuk azokat a képalkotó eljárásokat, amelyek az akut stroke kialakulásának a diagnózisát biztosítják. Fiatal nőbeteg, jobb hemi tünetek és beszédzavar miatt vizsgáltuk. És jobb oldali, ugye? Jobb oldali, azt mutattas, igen, hogy itt igen. Is van, már is látszik a gácsjel. Akkor nézzük az angiót. Jó. És hát itt az elzáródás. Itt hiányzik. Egyértelmű. Akkor mehet tovább. Jó, egy aspect score-t. Aspect 10-nek nézem, nézzük mit mond a mesterséges intelligencia. Ő is 10-esnek írja. Okay. Szuper. Mehet trombektómiára. Jó, preferálom. Köszönöm. Halló! Szia! Trombektómiára szeretnék referálni egy 25 éves nőbeteget. Jobb oldali végtaggyengeség beszédzavar, és a CT-n bal oldali média elzáródás van. A média elzáródott. Ez milyen szakaszon záródott el? M1. Fennmennek a képek az elsztrókban. Szuper! Jó, köszönjük! Hát akkor várjuk a beteget. Köszönöm, köszönöm! Szia! Szia! Referáltak a balcsiból egy 25 éves nőt súlyos jobb hemiparézissel. 10-es az aspekt. Mikor jött CT-je? Ez az perspektívus a CT-je, igen, így teljesen egyértelmű. Mihelyt elkészül valahol egy stroke gyanúja miatt végzett CT-vizsgálat, egy úgynevezett teleradiológiai hálózat segítségével elkerül egy központi szerverbe, a központi szerverből tovább kerül egy olyan szerverre, ahol a mesterséges intelligenciával működő szoftver elvégzi ennek az értékelését, mégpedig numerikus, tehát objektív módon. Ez pedig azonnal a rendelkezésére áll, akár mobiltelefon, akár asztali számítógép, akár kórházi képalkotó rendszer segítségével, mind abban a kórházban, ahova a beteget eredetileg beszállították, az ideggyógyász, a sürgősségi szakorvos és a radiológus számára, de ezzel párhuzamosan abban az intézményben is, ahova az esetek egy részében a beteget tovább kell szállítani. Tehát magát a döntést gyorsítjuk föl, ez is a címe a projektünknek, ez egy döntéstámogató rendszer, amely abban segít, a mesterséges intelligencia nem diagnózist mond, csak segít az orvos kollégáknak, hogy dönteni tudjanak arról, ilyen vagy olyan terápiára van a betegnek szüksége, többek közt arról is, hogyha a beteget tovább kell szállítani egy másfajta intézménybe. A betegünknél a mentő a helyszínen nagy ikeringészavar tüneteit észlelte, és ezért a sürgősségi osztályra hozta. Sürgősségi mi is azt véleményeztük, hogy a ikeringészavara, más néven sztrókja van, ezért ilyenkor nagyon számít az idő, és nagyon gyorsan egy CT-vizsgálatot végeztünk. A CT elvégzése után közvetlenül már a leképezéskor kapjuk a képeket, és sokkal könnyebb nekünk, ugye régebben mindig az volt, hogy egy CT-képet a radiológussal meg kellett beszéljünk, egyeztetni kellett, ugye ez a nap bármelyik pillanatában éjszaka is megtörténhetett. Így nem csak, hogy a radiológussal tudunk konzultálni, de a mesterséges intelligenciától gyakorlatilag egy független véleményt kapunk, és ezáltal egy magabiztosabb, jobb és gyorsabb döntést tudunk hozni. Ilyenkor nagyon számít, hogy gyorsan tudjunk dönteni.
A Bacsi-Zsilinszky kórházban elvégzett CT-vizsgálat azt igazolta, hogy egy agyalapi verőér záródott el. A feladatunk az, hogy ezt minél hamarabb megnyissuk, helyreállítsuk a bal félteke vérellátását, amihez arra van szükség, hogy bevezessünk egy hosszú, vékony műanyag csövet, úgynevezett katétert az érrendszerbe, és ezen keresztül erre a célra készült megfelelő eszközzel azt az apró vérrögöt, ami ott ezt az elzáródást okozta, kihúzzuk onnan. A legsúlyosabb stroke esetek kezelésében a mechanikus trombektómia központi szerepet játszik. Ahhoz azonban, hogy a megfelelő műtéti technikát meghatározzuk, jó, ha az első pillanattól kezdve tisztában vagyunk azzal, hogy mi vár bennünket, és ebben nagyon sokat segít a teleradiológiai képalkotó rendszer. A küldőintézményben készült CT és CT angió képek áttekintésével fel tudtunk készülni arra, hogy milyen műtéti stratégiával operálhatjuk meg ezt a fiatal hölgyet. Jó eséllyel saját lábára állhat majd egy rövid lábadozás után. 68. Akkor egy RED 68-est kérünk szépen. Aha. Jó, fenn vagyok a médiában. És jó a kontaktod vele? Aha. Hát aspirálok és vákum van, úgyhogy... Jó, hát akkor szerintem... Várjunk aztán, utána mehet. Jó. Jöhetsz ki vele. Nem mennék utána, mert az a baj, hogyha ott felforálsz, akkor ezzel nem tudom mit kezdeni. Jó, kontroll. Oké, akkor egy kontrollt levünk. Ebben még van? Nem nyílt meg, még egyszer vissza vagyunk. Még egyszer mennyi vissza, szerintem próbálj egy jobban erősíteni. Nincs még teljesen kiépítve az országban a rendszer. 39 centrumban szeretnénk, hogy kapcsolat legyen azzal a két központtal Budapesten, ugye mi Pécset, pedig a Pécsi Egyetem, ahol ilyen konzultációs lehetőségre és azonnali diagnosztikára van lehetőség. Ezzel le tudjuk fedni egész Magyarországot, és úgy gondolom, hogy ilyen módon világ elsők vagyunk. Ugye hajlandó a magyar mindig nagyot mondani, de most ebben az esetben tényleg így van, hogy nincs az az ország, ahol az egész országot lefedő ilyen hálózat ki lenne építve. A sztrókellátás az egy olyan bonyolult folyamat, ahol nekünk minden egyes perc fontos az ellátás során, minden egyes perc vagy 10 perc, amivel le tudjuk rövidíteni az ellátás megkezdéséig tartó időt, az a betegeknek javítani fogja a kimenetelét. És ebben a helyzetben az rögtön fölértékelődik, hogy miért van arra szükség, hogy egy ilyen rendszer rendkívül gyorsan, és hozzáteszem, rendkívül megbízhatóan meghozza azokat a döntéseket, amelyek a korábbiakban fél órát, háromnegyed órát, vagy még több időt vettek igénybe. Magának az ellátórendszernek is mindig az a jó, ami a betegnek jó. Tehát az a beteg, aki időben kerül beavatkozásra, gyorsan meggyógyul, az az ellátórendszerre is kisebb terhet jelent, a családjának is kisebb terhet fog jelenteni, a munkájába is hamarabb fog visszatérni, és valójában mindenki csak nyer azon, hogy ez így módon működik.